Üdv mindenkinek, Scuderi vagyok, és ismét a Space Engineersből jelentkezek. Folytatom a hajóépítést, mert most nagyon lelkes vagyok, mert tök jó dolgokat találtam ki szerintem. Jó, hát ebbe többet nem tudok beletenni, ennyire futott a tőlem. Ide bepakolunk mindent, mert most már minek nem ide raknom. Azt mondja, hogy... Jó, a külsőt meg jól leburkoljuk majd szolárpanelokkal a hajónak, mert az jó móka. Igen, ilyen lapján. És is mindig a napra megyünk ki, tök jó lesz ez nekünk. Hoppá, meg kellett. Micsoda izé van, jön föl a nap, de milyen agresszíven, nem? Elmegyünk egy kicsit farkasvadászni, mert túl sok van itt, azért lehet, hogy megsínylem előbb-utóbb. Hozok egy kis töltényt. Azt mondja, hogy ebből kéne egy 80 darab, ígyni, jó. Hát én nem tudom abban mi kellett igazából. De valahogy át kéne hoznom a termelést is már a hajóra. A mai részben azzal kéne foglalkoznunk. Hogy áthozni a hajóra a termelést. Jaj, de szépen süt a nap, ezt szeretem már. Oké, és akkor azt találtam ki, hogy akár itt is lehetne a termelés ezen a részen. Hát egy termelő modul talán elég, nem? Vagy több kéne egyébként. Tudok olyat is, hogy többet csinálunk, mert végülis ezt is kiválthatjuk. Hát ezt, bár de. Ha ide rakom az assemblert, azt is lehet igen vele ügyködni, vagy ide erre a részre esetleg kettőt, ennek a végébe. Ja, legyen az. Ide rakunk egy konvejort, így, amihez beltérlemez szükséges, és egy darabot nem hoztam. Rakunk oda egy konvejort, majd próbálunk átköltözni, akkor az lesz a projekt, jó? Hú, annak a izének is még helyet kell csinálni, most ránéztem hirtelen leraktam mindent egyébként. Jó, 153 ilyet az viszünk, ebből is legyen nálam egy kevés, motorból egy 111, mert annyi jössz ki a szép kerek. Ebből viszünk egy 200-at. Kijelzőt is viszünk egy 10-et, mert abból is kell. Hát kis cső az egy darab nincs most itt, de ott azébe ott akad. Hát ebből ennyi van, úgyhogy ezzel gazdálkodunk okosan. Az van, 34, jó. Oké, nem tudom, kellett-e vasrács például, de szerintem nem kéne vasrács a mi azba. Nagy csövegbe talán nem kell vasrács. Ja, kis acélcső, abban is meg vagyunk szorulva. De vasunk az van, tehát vasat azt tudunk bányászni. Kézzel bányáztam, ugye? Ja, kézzel. Kénytelen voltam, persze kézzel nem volt semmi más, vagy ha nincs semmi. Amit meg kell nézni, tudjátok mit kell megnézni, ami fontos, hogy ebben van-e töltény. Mindig lefejeltem, és ez nem tett jót nekem az előbb. 20 töltény van, az nem sok egyébként. Az nem sok. Na mindegy. Pakoljuk ki a termelőmodult oda bent. Igen. És hozzuk ki. Hozzuk ki a... Na, mit akadt egy nagyot megint. Mentéskor. Először is kipakoljuk, így van. Ennyi. Ezt én már kirakom a kinti ilyenünkbe. Ebbe mondjuk, ez lesz a központi raktárunk. Hogyan rakja át egyből mindet? Kettő klikke, jó. A shifter csak egy részét pakolja át állandóan. Ja igen, farkasokra akartam vadászni, ezt meg is tesszük, jó? Ha már itt vagyunk, négyes. Jó, az eldűlt. Megnézzük, milyen volt neki. F. Moci. Vajon itt működik-e az R betű tényleg? Jó kérdés. Eldűlt. Megnézzük. Azt mondja F és R. Nem, itt nem működik, itt át kell dobni. De biztos van rá valami gyors billentyű, amit én nem tudok, ti meg igen. De mivel ez nem live, nem tudtok most segíteni sajnos. De vagy csinálunk ilyen live-ot is, csak most nagyon 7 days, mert mizéria van. Hopp. F. 25 ilyen lapocska. Oké.
Jó, a közvetlen környezetem így rendben van nekem, ennyi elég, nem kell több. Annyit teszünk, ezt ide bele hányjuk még. Hogy úgy, és hozok ki töltényt, mert mégis legyen itt a töltény inkább, mint bent, mert annak több haszna van, hogyha... Most úgy néz ki, már nem pazarol a cuccunk. Jó, mindenfélét viszünk akkor ki. Közben rakosgatjuk oda bele, mert már költözünk. Mondjuk nem a konténerből kéne egyébként, megjegyzem. Korán sem abból kell volna kipakolnom mindent, hanem a... Jó, ezt a 170 töltényt meg neki adjuk ennek, mert az a biztos, ha itt van. Így. Reméljük sokáig elég lesz. Sok hasznos meteor lövése lesz neki. Jó, hát akkor vigyük tovább. 68, 640. Én elbírtam. Vigyünk minden ilyesmit is, mert itt ugye ki kell pakolnom teljesen. Azt nem tudom, hogy magához szippantja a nyersanyagokat ez a... De szerintem igen. Szerintem igen. Magához fogja szippantani. Nem lesz ezzel baj. Ja, ennek meg vannak ilyen pakolós moduljai. Azt mondja, hogy szám szerint 2 oldala. Akkor úgy kell majd leraknom, hogy ezt meg tudjam tuningolni. Akár ha csak egy is lesz. Na, ezért szilíciumból szerencsére nagyon jól állunk, mert nem tudom, hogy ezt abból el is tudunk adni akár. Kár, hogy itt nincsenek traderek. Így ezúttal javasolom a fejlesztőknek, hogy ezt fölösleget el tudjuk adni. Lehetnének traderek itt a játékban. Akár. Jó, szuper, elbírtam. Jó, ezt kivisszük. Hát azért még nem, még viszünk innen is valamit, ha már itt pakolászunk. Viszünk még motort, egy 88 darab, az sose árt, ha fogy. Jó. Aztán nem állítjuk még le azt a bulit ott bent, mert azért ott gondok lehetnek. Tehát még nincs az oxigén ellátáson biztosítva. Meg nem az oxigén, hanem főleg a hidrogén utánpótlás, az nincs biztosítva. Meg az orvosi szoba, ugye az újraéledés, tehát azt jól meg kell terveznem, és azt át kell pattintanom hirtelen majd. Na, jó. Hát vihetünk ilyet is. Uránt, követ, vagy inkább magnéziumot, bocsánat. Na, itt van urán. Jó, azt nem visszük el. Nem lehet tárgyalni. Akkor azt hagyjuk itt. Oké, és ugye ránézünk, hogy állunk. Ezeket majd elviszi a refineri, el is vitte. Nagyon jó, ez korrekt. Uránt is el is vitte, jó. Sodert ide rakjuk, azt is vigye csak el. Meg ezt is, mintha ő csinálta volna, és akkor majd innen meg elviszi nem az ördög, hanem a... Ajzé viszi el majd az összeszerelő. Mindjárt is nézzük, hogy hova tudom lerakni, mert elvileg... Hát elvileg leraktam az anyagát, hál' Isten. Így van, leraktam. Akkor mindegy. Akkor nem foglalkozunk most vele, azt majd összerakjuk mindjárt. Akkor már innen kipakolunk. A kő az mondjuk abszolút nem érdekel, hanem inkább ez. Jó, így elvihetjük a követ is. Viszont ezt meg újra töltöm, újra palackozom itt. Jó. És akkor nem megyünk üres kézzel, viszünk még motort is. Ha már itt röpködök. A végén még lehet, hogy a bázist is lebontom. Ha szükségem van még fémre. Ez mehet ide, ez is. Egyelőre ez is mehet ide, mert nem tudja úgyse elvinni. Bár az uránt azt ide rakom, meg a magnéziumot is ide, így. Ez meg kész magnézium, az meg oda megy, jó. Jó, ez így. Ez így, de nem rossz, nem rossz. Na. Most pedig jön az a különleges dolog, hogy hova rakom az összeszerelő modult. De elszúrtam a dolgot, mert ezt áthelyezem inkább ide. Van 6-os. Oké, nem probléma, szerintem megoldják a srácok a meteor esőt, vagy a srácot fönt. Ez viszont azért izgi lesz, nem? Nézd meg, itt azért vannak. Vannak, amik elém esnek. Ezt lőtt ki, kérlek.
azt ott, ne azt, ne azt, ne azt, ne azt, ne azt, ne azt, 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 azt lőd ott, amelyik arra jön, azt ott, az gyanús. Ezt lőd, azt, azt. Hú, az azért ide jött volna a közelbe szerintem. Úgyhogy jó, hogy kilőtted, mert súgtam neki, de azért a végére hagyta, hogy izgalmas legyen az epizód. Jó, na. Az ilyettségre akkor megkeressük az összeszerelőt. Itt is van. Kicseréljük a hidrogéntankkal, mert ezt nem tervezek mostanában már gyártani. Jó, és akkor valahogy itt van a két széle, kicsit hátráljunk csak ki. Igen. Egyik oldal az a fele, ez meg az. Jó, így. Acéllemezt hozunk mindjárt neked, barátom. Acéllemezből kéne egy 200, és akkor már jók leszünk. Ide lepattintjuk, aztán, hogy meghegeztem alkalmasint. Ilyet is lehet. Ja, lehet végül is. Miért ne? Miért ne legyen így? Azt mondja, hogy ha így rakom le, akkor ide előre is tudok rakni, oda is tudok rakni modulokat. Tudok rakni oda modulokat? Nem nagyon. Így tudom csak. Igen, nem tudok oda rakni, megmondom miért. Mert attól nem engedné. Így viszont lehet ide is, és ide is pakolnom ilyen modult, úgyhogy ez így lesz jó. Így lesz jó. Ha nagyon akar az ember, akkor ide még tud rakni egy ilyet a túloldalra, és akkor két összeszerelő az nekem elegendő, szerintem a hajón nem kell több. A finomítóból meg elég lesz egy. Esetleg rakok be majd ilyen kemencét, amiben az ilyen egyszerűbb anyagokat gyorsan tudja lebontani a rendszer. Ja, az úgy jó lesz. Jó. Jó, jó, jó. Ott akkor még arra kell egy oxigén generátor. Na, akkor hozok még ki nyersanyagokat, és kitaláljuk az orvosi szobát is mindjárt. És, ja, meg igazából itt bennem is volt oxigén tartály, és így is jól működött minden. Akkor lehet, hogy nem fogunk annyira bajlódni vele. Miért ilyen nehéz ez? Nem tudom, nem férnek el ezek a dolgok nálam nagyon jól. Majdnem megfejeltem. És megint lepakolok mindent egyébként, pedig nem annyira kéne elvileg. Sok cucc van ebbe a cuccba. 1200, hát még két körbe kiviszem. Annyira nem vészesek szerintem, ezeket ki tudom hordani. Legyen akkor már itt kint. Nem kell akkor annyit mászkálnom, ez azért praktikus. Uránból most viszont fogyasztunk, mert megy a refinery, mindjárt nézzük, hogy nem kell-e bele. Hát 492, hogy is látom, hogyha valami gáz van, csak nehogy úgy álljon meg, hogy nem figyelek aztán. A meteorok meg itt potyorognak befele. Jó, következő körbe már tudom vinni az utolsó motort is. Motorból rengeteg van egyébként, az meglepően sok vala belőle. Jó. Jó, jó, jó. Ezen a hajón meg lehetne csinálni egyébként, most hogy így eszembe jutott. A jó hangárt nem fog tudni természetesen csinálni, mert ez nem arra vala. ez a hajó, de a tetejére lehet, hogy csinálok egy ilyen docking izét, hogy azért ilyen pici hajót kint elférjem. Esetleg. Rá tudjon csatlakozni. Vagy ilyen drónokat esetleg üzemeltet. A drónok mondjuk rá tudnak csatlakozni innen-onnan az oldalára is esetleg. Ja, lehet, hogy ezt a furcsa dizájnt, amit megcsináltam, ezt le kell szednem, hogyha így kifele lesz majd ilyen tágulása neki. Ja, mindegy, a külsejével majd később foglalkozunk, amikor már teljesen jól üzemel akkor. Oké. Okay. Röpködünk szorgosan, mint a méhecskék. Kár, ide hátulra nem tudok bepakolni, milyen jó lenne. Milyen szép is lenne az. Mindig megjedek ezért csőtől. Ettől a Turettől, mert olyan, mintha ez mondjuk egy nehéz dolog, az a radar cucc, vagy a antenna. Tényleg erre kell tennem majd detektort is. Mert ez arra is hivatott lesz, hogy keressen ilyen bányákat. Mindenképpen. Hát első körben ugye az lesz, hogy átmegyünk oda, ahol a kobaltom van meg a vasam, és akkor ott egy hatalmasat bányászunk.
Illetve még fönt arra fele valahol van egy uránbánya, azt még azért megszippantjuk majd, hogyha elkészül a kishajó. A kishajó az még lehet, hogy itt épül majd meg, mert a fúróhajóra azért mindenképp szükség lenne, hogy komolyabb mennyiséget tudjunk kivenni. Arra mindenképpen kéne egy kis energia. Energiát fetszölni. Na, mennyi? Oké, aksi is van. Ja, az is jó lesz egyébként, ha elkészül az elektromos dolog is rajta, tehát az akkumulátorok, illetve a... Ezt ugye senki ne pakolni, ezt. Tehát igen, hogyha elkészülnek a szolárpanelok rajta, majd átszerelem őket, meg az aksik, mert akkor nem kell uránt pazarolnunk, az tök jó dolog lesz. Szóval sok kizét meg szét fogom szerelni, fegyvert, meg ilyesmit, mert az lehet, hogy hasznos anyagokat fog nekem jelenteni. Ahol mindjárt kész vagyunk. Mindjárt kész vagyunk, még egy köröm van, és akkor elhordtam gyakorlatilag mindent a bázisról. Utána már csak a bontásokból kell megoldanom. Ó, most láttam, hogy ott vannak kutyusok, mindjárt azokat megvizsgáljuk. Mit cipelnek, mert biztos valami jót találtak ki nekem, hogy ott... Nézzük meg, hogy visszaérek-e. Ó, szuper, akkor mehet. Mehetünk is. Négyes. Ez kell nekem, ja. Ott van kutyus. Arra fel nincs kutyus, illetve farkas. Innen. Az is megvan, jó. 25 lapocska volt nála, nem rossz. De zombiknál loot. És még egyet láttam arra, valahol. Vagy csak déli báb volt? Nem tudom. Komolyan láttam egyet erre fel, de lehet, hogy elfutott közbe. Jó, mindegy, velem lehet tárgyalni, akkor ő lett az, aki megúszta ezt a történetet. Jó, a finomító az rendületlenül dolgozik. Annyit csinálunk, hogy egy kis uránt viszünk neki. Meg innen is viszünk egy, mit tudom én, egy 5-öt. Hogy nehogy aztán megszoruljunk, ha 4-90 valamennyi van benne, hát nem fogyott sok, de azért legyen benne egy 10 minimum. Így a jó, így a buli. Na akkor fordulunk még egy utcsót. Letesszük a fegyvert, mert olyan kis militaristák voltunk vele, nem erről szól ez a játék igazából. Jó, ezt elvittük. Oké. A jeget azt... Várjunk csak. Igen. Igen, bizony. Az a baj, hogyha hidrogént csinálnak a jégből, akkor nem marad a kis meghajtómhoz. Vagy várjunk? Várjunk csak. Viszek egy hangyányi jeget. Ebből viszek egy... Ennyit, egy... 12 000-ből itt egy 1000-et. Így. És meg akarok próbálni valamit. A hidrogén tartályba gondolom nem lehet tölteni. Majd csak ide jövök, inkább ide. Ide berakom, akkor ezt elszippantja valószínűleg betermeli, mint az állat. A hidrogén tartályba. Igen. Be is termelte. A hidrogén tartály az ilyenkor nem sok mindent mutat, mert ez semmi gyakorlatilag. De ide berakhatom ezt? Hát berakhatom végül is, de sok értelmeit nem látni. Mert a seghajtók nem mennek, gondolom, remélem az alsók sem mennek, nem fogyasztja el itt a hidrogént. Ja nem. Jó. Hát... Igen, ezzel még számolnom kell, hogy ezt hogy oldom meg, ezt a dolgot. És már hagytam a kis tartályomat, nem tudom, nem. Most azon a gyalog, hogy kell egy független hidrogén, vagy oxigéngenerátor. Most azon a gyalog éppen az ütött szöget a fejembe, hogy kéne egy olyan. Mert hogy
mert hogy nincsen, nem tudom másképp megoldani ezt a dolgot. Na várjuk, ide rakok akkor egy konvejort mindenképpen, csak most azon is gondolkodtam, hogy van még beltéri lemezem. Már hogy ne lenne, nem sok van egyébként, mondjuk egy 50-et magamnál tartok így. Így, ne. Hozok neked építőelemet, kis acélcsövet, meg építőelemet. Jó, ebből biztos kifutja. Olyan sok nem kellett bele. Ja. Na most erre rá lehet rakni az orvosi szobát is, csak az a baj azzal a dolog. Várjunk csak, orvosi szoba úgyis jó. Hát mégis ide is rakhatom az orvosi szobát, úgyhogy így befordulva arrafele. Ezt elő kell készíteni, megnézzük az orvosi szoba, hogy foglal helyet. Meg kell egy független oxigéngenerátor is, amelyik nem küldi bele a hidrogén tartályba a cuccait. Hát jelen esetben most csak itt a benti ne tudok ilyen mód számítani. Ugye állunk időben, jó, 21. perc, az még nem vészes. Na ennek van négy helye van, és ha minden igaz, akkor fölül van neki egy töltőnyílása. Tehát négy helyet foglal, és fölül van egy töltőnyílása. Hé, te meg itt maradtál, barátom. Jaj, hú, ez kemény volt, kikapcsoltam időjekorán a dolgot. Tehát négy egységnyi a cucc, amit valahogy meg kell oldanunk. Onnan jönnek. Azért most a körbe kezd lőni minket szépen. Várjál, leszállok is. Nem, oda szállok, nem, mert ide akar becsapódni valahol ennek a tetejére. Jó, elmegy, de azért lőd, barátom. Ez az. Jó, azt is kérlek, szedd le. Oké, azt hagyhatod. Jó. Ja, mondjuk ez azért lehet, hogy rossz helyre csapódott volna be. Úgyhogy ez jó húzás volt a szerkezettől, hogy leszedte. Megint ott vannak a kutyusok. Nem, mondjuk nem tudom ki sniperkodni őket. Na mindegy. Az orvosi szoba lehet itt is végül is. De erre is rárakhatom. Akkor viszont nem tudom ide rakni az összeszerelő modult. Micsoda dilemmák. Ja, de azon viszont lehetne összeszerelő modul ott. Sőt, várjunk csak. Ha nem, oda kettőt nem tudok rakni, az úgy nem jó. Nem. Ide kettőt lehetne, de azon meg nem lehet járni normálisan. Ennek meg az a baja. Ide oldalra is lehetne rakni egy darab szerelő modul, csak az meg nem férnék úgy hozzá. Jó. Ehhez nem fontos, hogy hozzáférjek, mert oldalról pakolható, ahhoz se fontos. Itt is lehet az orvosi szoba, csak akkor ezt a haszlefűrészelem, ez nem tartó, ugye? Nem. Ide rakok egy konvejort, ez jó lesz, én érzem. Azt mondja, hogy 6-os konvejor, meghegeszt, van minden szuper, és akkor erre fogom rápattintani a kis orvosi szobámat. Jó, akkor beltérit kéne csinálnom, beltéri ilyet, mondjuk ehelyett, mert azt se fogok már nagyon csinálni. Itt ilyen járda miatt kéne ez. Vagy hát mit tudom én, nem tudom, ez alá lehet rakni ilyet. Nem tudom, hogy ide lehet-e ilyet rakni, vagy kell-e ilyet rakni, inkább úgy mondom. Jó, mindegy, rakunk ilyet, azt meglátjuk, jó? Meghegesszük ebbe, nem tudom mennyi anyag kell. Talán még éppen futni fogja, nem futja. Nem futja, de nem is érdekes. Most valamit töltött megint, oké, beltéri lemezünk még van 136, jó, akkor az utolsó beltériket erre felhasználjuk, de szép a táj. És ennek örömére, hogy ez sikerült, felhasználunk, ide be pattintjuk a
az orvosi szobát, és akkor az orvosi szoba kiköltözött, ja most mentette. Tudom, ezzel az izével csinálhatnának valamit, hogy itt össze-vissza akadozik ilyenkor, amikor ment. Na, viszont tele van a batyum, ami nem jó dolog. Ezt lepakoljuk, mert nem férünk el. Ezt, 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 ezt és ezt. Az orvosi szoba az, az szerintem két körös lesz. Azt nem szoktam tudni egyszerre elhozni. Úgy emlékszem. Igen, és most nem kéne meghalnom, tehát ellenőrizzük a hidrogén szinteket, jó. Igen, mert ha most meghalok, akkor... Hát... Végülis visszatalálok egy új űrhajóval, de nem akarok ezzel bíbelődni. Nem szerencsés dolog. Na. Oké, orvosi szoba olyan kéne nekem. Orvosi szoba itt van. Összeszerelő modult kiváltjuk egyelőre. Na nézzük, nézzük. Remélem, hogy jól be tudom ide forgatni megfelelően. Így. Így lenne ideális nekem. Ott van a csatlakozási pont, ugye? Alul van egy csatlakozási pont. Így, ebbe a formába. Így. Jó. Én nekem ez így tetszik. Ide be lehet jutni valahogy, nincs ezzel semmi baj, most hazaröppenünk még az anyagokért, ha ez megvan, akkor itt a töltést ellenőrizzük, hogy mindent föl tudunk-e tölteni. Elvileg be van kötve, tehát az oxigén ellátás is hát biztosított lehet abban az esetben, ha tele vannak a tartályok szerintem csak akkor, vagy nem tudom. Ez most egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, mert a hidrogén tartályból is tudna talán szippantani. Na, meglátjuk mindjárt, várja. Bontsuk ezt le első körben. Oké, most tényleg el tudtam vinni. Ezt is lebontjuk. Így. Jó, most már kezdünk jól kipakolni innen, ez jó hír számomra. Oké, az orvosi szobát akkor itt véglegesen hegesztjük. Remélem minden megvan benne. Azt a konvejort még akár ki is válthatnám egyébként. Mert itt is be lehetne kötni. Ide rakjuk a konvejort, akkor be tudjuk innen is kötni. És akkor nem lenne ott az a furcsa bigyó. De mindegy, igazából mindegy. Lehet itt egy felső meghajtó is, és milyen jól fog kinézni. Vagy bármi egyéb. Na mindegy, ha ide le... Igen, energy low. Akkor viszont nagyon gyorsan keressünk egy vezérlő valamit, vezérlő pultot, és ide pattintsuk le, hanyagul, és hegesszük meg nagyon gyorsan. Nem ezt a fajtát, gyorsan szétszedjük. Gyorsan szétszedjük, és újat keresünk. Ja, végülis az jó, csak keresnem kell, akkor megfelelőt a C7-es, és elpörgetjük ezt a pici, ezt. Ezt kell nekem ide. Ezt meg tudom csinálni. Ebben tudok töltődni. Bár lehet, hogy az is tölt, mindjárt megnézzük az orvosi szobát. Megnézzük az orvosi szobát, hogy az tölt engemet. Nyomok egy F-et. Ja, tölt. Oké, egyedül az oxigént nem tölti, de ez jogos is. Jogos is. De minden egyebet tölt, úgyhogy ez jó így. Az befejezetlen. Én a felszerelést akartam megnézni. Oké. Na várjunk. Még ezt nézzük meg. Ha ide berakom F-fel. Ezt. Nem tölti vissza, mert ebben nincs jég. Az a baj. Lesz egy független ilyen. Valahogy lepattintjuk oldalra, ami semmivel nem lesz kapcsolatban, és kimondottan csak erre a célra fogom használni. Nem akarom, hogy ebbe belefussak ilyen problémába, hogy oda lesz a hidrogén lehetőség. Ja. Oké, meg ezen az oldalon is lehet egy ilyen oxigén generátor. Egyébként ez erre a célra lett volna jó, csak hát ennyi jég nem lesz a környékemen, szerintem annyi erre a célra kell. Na mindegy. Nézzük még meg, mi van bent. Akkor bent van még a szuper
Van még itt egy darab ilyen, de ezt most mindjárt gyorsan le flexelem. Jó, elég gyors ez a flex egyébként. Ebben nincs más semmi nyersanyag, nincs jó. Ebben viszont van jég, amit nem bántunk, mert ez a 11k jég, ez kell nekem. Hanem, most csinálok egy független oxigéngenerátort valahova, egy eldugott helyre, ami most annyira nem is fontos, hogy amíg oda tudjak sétálni hozzá, ez nem ártana. Ha ott van az összeszerelő modul, akkor ide rakok egy ilyen 8-ast ide. Acéllemezt kérek. Egy keveset, úgy. Né. Mondjuk egy 200 acéllemezt, így. Ide rakok egy ilyen kockát, ide. Jó, mondjuk oda most megint nem tudok rakni semmit. Tehát egyel kijebb kéne pakolni azt a cuccot. De mögéje meg lehetne. Vagy nem lehetne? Ebben az esetben viszont ide kéne raknom, mert ha oda lerakom, akkor belülre lehet rakni egy modult rá, eléje, meg ide e fölé. És akkor az oxigéngenerátor meg elférne. Itt mondjuk úgy se lehet eljárni ezen a részen, meg nem is szükséges. Tehát itt lehetne a kis generátorom. Ja, itt is lesz addig. 5-ös oxigéngenerátor. Jó, ez semmivel nincs kapcsolatban, úgyhogy ebbe belerakjuk a kis dolgainkat. Ezt meg is tudom csinálni. 2 nagy acélcső, meg 3 számítógép. 2 darab nagy acélcső. Erre egyet írok. Meg 3 darab számítógép. Talán annyi volt, nem? De mindegy, ezzel legyen nálam egy 50 ebből. Jó, és akkor ez teljesen független cucc. Ezt meghegesszük, hogy itt legyen meg. Hogy ez teljesen független cucc, ebbe hozom bele a kis jegemet, és akkor ez itt ügyesen fogja nekem csinálni a kis palackjaimba a cuccot. Addig, amíg ki nem alakul ez a dolog, mert ezt most nem tudom kezelni még, ezt a problémát. Így jó lesz. Megjönnek a meteorok, de most honnan jönnek? Jó, ezek talán nem. Vészesen félig árnyékban vagyunk egyébként. Jó, a kis... azért lőjél rájuk, vagy mit tudom, hogy valamit csinálja. Kis modulom. Azt mondja, hogy F. Jó, ez nem pörgött el innen, ez nagyon jó hír. Ezt meg felújítjuk. Ezt felújítottuk, meg ezt is felújítjuk. Nagyon jó. Oké, ebbe kihozom még a maradék jegemet. Na tehát akkor újra tudok éledni, tudok tölteni elektromos energiát, és tudok tölteni nem elektromosat is. Hú, kiszakadt belőle a cucc. Na mindegy. Szépen bomlik le a bázis, nem baj, az jó az. Berakjuk ide a jeget. Ez ide kell mindenképp, ez a 11,1K. Ezt a modult pedig ide fölpattintjuk úgy, hogy ott van, az úgy is volt, errefele néz. Ja, errefele néz, oké, okay. Ott is így lesz, ide a végébe. 5-ös cucc, errefele néz, már pattintom is, és meg is tudom hegeszteni. Ez segít feldolgozni, hogy minél előbb megtankolhasson a hajó. Ez föltankolja szépen, oké. Okay. Ezt a modult meg oda, és akkor tudok még rakni egyet-egyet, milyen jó kis gépháza van neki. Jó, és az egészet egy kicsit majd átalakítjuk, hogy a formája is normális legyen, majd amikor meg lesz rá a megfelelő mennyiség. Jó. Errefele akkor nőhet egy egységet itt a lyuk. És a maradék rész az még üvegből lesz szerintem. Hogy ne potyogjak be a lyukba, hogyha följön a hajó. Fölül meg lesz egy kapu, vagy mi az az a... ami kinyitható lesz, és akkor mindenki örül. Jó, ezt még meghegesszük, hogy a gyártást is át tudjam hozni. Én azt leszereltem. Fel a pofámat, és nem építettem meg. Vagyis mi? Remélem, assemblert nem csináltam ide. Nem. Jó. Hát nem tudom, mennyi anyag van nálam. De valószínűleg mindet leraktam. Na mindegy, ebbe kell acéllemez egy olyan 100 darab kb. 910, jó.
Akkor viszont úgy csináljuk, hogy mivel ez olyan dolog, hogy ebből van. Na, meddig hegeszted? Elmegy a vonal, igen, tán. Oké, ebbe is rakunk, mert ebbe is biztos kell. Jó, ebben már nem sok minden kell, ebbe 10, nem, 70 nagy acélcsövet kell belepattintani, és akkor rendben lesz a dolog. 70 nagy acélcső. De jó ég, most esett le, hogy az nem kevés. Mondjuk 500-at ledobunk. Aztán 47-et belerakjuk. Nem rakjuk bele, nem szükséges még ez annyira. Nem pazaroljuk ezt. Az acélcső az azért ritkább kincs mindenképpen. Ja, az erőmű, az egy jó kérdés egyébként, az erőmű dolog. Az kell mindenképpen, hogy menjenek a rendszerek a hajón. Aksi és erőmű lesz. Igen. De lehet, hogy nem kell nagy atomerőmű, minek? Elég lesz a pici. Lehet, hogy csinálok két picit valahova, meg csinálok akkumulátorokat hátra. És nem, egyelőre csak ez az egy pici lesz, igen. És óvatosan pakolom bele az uránt, hogy ne arra menjen el a töltés. Hogy tölti az akkumulátorokat. Az akkumulátorokat csak szépen töltsük föl. A szolárpanelokkal, és utána majd foglalkozunk az izével azzal, hogyha gáz van, akkor el tudjuk indítani a reaktorokat. Jaj, mert itt ásítozok. Na, jó, mindegy, de akkor ezt még összerakom. Ebben mi kell? Számítógép kell bele, kijelző, meg építőelem, meg motor. A darabszámokat azokat nem jegyeztem meg, viszek mindegyikből valamennyit. Ebből viszek 30-at, kijelzőből viszek 10-et. Számítógép az van benne már, beltérit azt raktam bele, de nem is számítógépet raktam, most látom. Hanem beltérit. Jó, hát a beltérit elviszük, ez nem olyan sok. Motor biztos kell bele, mondjuk egy 50, annyi elfér, nézzük meg. Ja, igen, és a építőelemet azt nem raktam bele még. Abból is kell egy kevés. Na, így összeáll az építő, vagy az összeszerelő modul. És akkor így már jók vagyunk, így már tudunk gyártani. Beltéri kell, meg majd sima lemez is kelleni fog. Hozzá, és akkor ez így jó lesz, jó van. Jól van. Megnézzük madártáblatból a hajót. De jól néz ki, most már van rajta bőven anyag. Mindenképpen, de előre lehet, hogy egy nyújtott ort csinálok neki, és akkor így üvegből megcsináljuk ezt a részét, hogy milyen, az úgy jól néz neki, szerintem. Meg lehet, hogy ezt a szárnyát is ki fogom tolni oldalra, hogy azért valahogy be tudjam így húzni, hogy egy kicsit jobban nézzen ki formailag a hajó, ha még ki is lógnak belőle ilyen modulok. Próbálok a külső dizájnra is rámenni. Egy picit, amennyire engedi a rendszer. Jó, hátul se lesz ilyen égető ez a dolog. Mert kicsit lehet, hogy hátrafelé is meg fog nyúlni a hajó itt hátul, hogy vissza tudjak fordulni rendesen vele. Itt is lehetne még rakni egy-két kis meghajtót, hogy nagyobb legyen a előrefele hajtó erő, de talán nem is kell. Jó. Aztán, hogy nagyon megszorulok, akkor ide is lehet tenni egy összeszerelőt mellé, és akkor legfeljebb azt elspórolom azt a cuccot, bár ha ide bejön az ember erre a részre, akkor itt is lehet egy összeszerelő valahogy elhelyezve. Ha itt trükközök az oldalirányú cuccokkal, akkor ide is lehet rakni még egyet. Vagy ide rakni így, errefele nézve, és akkor erre felére, meg erre felére is lehet modulokat pakolni rá. Ja, vannak még lehetőségek, nem túl sok. Elég szűkös a hajó, de azért elég sok mindent el lehetett rajta helyezni. Beltérlemez, nem tudom milyen mennyiségű igénye van egy beltérlemez gyártásnak. Tehát vasút kell hozzá, akkor erre egy 1000-et kiadunk, aztán el is kezdi gyártani. Mert meg akarom csinálni a járóhelyeket, hogyha elfogy az energiám, akkor kell egy szögdítsen, milyen fura dolgokat csinálni, amit el tudjak járkálni ezen a területen. És akkor nem lesz semmi probléma a dologgal. Ja, ide hátra tudok menni, ez jó jel, jó hír.
Itt belefér, hozzáférek? Hát egy picit hozzáférni azért ide is. Ha ide eljövök, akkor ide bele tudok nyúlni abba is akár. Az biztos, hogy ezzel nem érdemes kimenni a világűrbe, mert nem tudom hermetikussal lezárni szerintem. Szerintem nem fogom tudni ezt hermetikussal lezárni soha. Már csak azért sem, mert itt a nagy meghajtók, azok mindenképpen itt bemegy a cucc, és ezt itt lezárni már nem tudom, mert fölé raktam ezeket, úgyhogy itt meg az van, de igazából nem nagyon lehet lezárni ezt már hermetikussal, ha csak ide nem ilyen panelokkal nem zárom le. Hát majd meglátjuk, lehet, hogy ez szorosan ezt a belső részt valahogy össze tudom hozni, úgyhogy az orvosi szoba az nem lesz hermetikus, az már biztos. Vagy idébb hozom, majd egy kis átrendezéssel talán, ja, kis átrendezéssel talán hermetikussá is lehet tenni a belső teret. Meglátjuk itt, nem tudom, itt mennyire szökik ki az oxigén ezen a részen. De lehet, hogy azért itt ki is látni, úgyhogy elvileg ki is szökik, tehát ezzel is lehetnek gondok. Ezt ugye azért raktam ide, mert itt föl lehet vértezni a két modullal, föl tudom vértezni ezt az egységet, a refinerit. Oké, jó. Akkor itt a kis UFO-mról elbúcsúzom. Köszönöm a figyelmet, jó hosszú lett, nem baj. A következő majd rövidebb lesz. Sziasztok, jövök vissza hamarosan.